Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez pedig itt a RimWorld. Nos, akkor nézzük, hogy hol jártunk, és folytassuk onnan, ahol jártunk. Jó, pörögjetek fel. Ott már megnyitottuk azt a részt, tehát mi most... ide falat szeretnénk húzni. Egy bizony. És újra van vas. Nagyszerű. Ja, mire is van szükségünk? Szobára. Szobára, és itt fogjuk kialakítani a kettő szobát még, mert lehet, hogy jön egy ember, akit még szeretnénk bevenni a csapatunkba. Kialakítjuk neki a rezidenciát. 5 per 6. Ugyanaz, 5 per 6. Jó. Oda bent 21 fok van, és van egy kalóz. Akivel tudnánk kommunikálni. Arra gondoltam, hogy ide rakhatnék még egy szobát. Esetleg talán. És ide pedig egy kisebb helyiséget az elemeknek. Na, a csirkeim. Igen, két hónapos. Igen. Ja. A többit levágtuk. Egészen jól haladunk, kutatjuk a machining-et. Plusz egy raktárhelyiség se lenne rossz. Az az igazság. Úgymond még egy raktárhelyiség. Ezt nem bővítem tovább, ezt itt valószínűleg lehúzom eddig. Így. Igen, szerintem így. Így egészen pazar lesz. Vagy nem. Vagy valami másra gondolok. Vagy... igen, másra gondolok. Ide lehet, hogy csinálom majd egy raktárat a vasnak. A vasnak mindenképpen, de ide most olyan dolgot szeretnék csinálni. Termelés. Hydroponics. Egy ilyen 100 vas. Oké. Okay. Kösz, hogy jöttél. Van egy olyan érzésem, hogy nem szükséges nekem ezt megcsináljam, mert idekintre felhúzok még egy melegházat. És egyenesbe is. Sőt, fel is húzok egyet. Lássuk. És egyben nyílót. Lehet, hogy egyben is nyitom a kettőt. Talán az lenne a legjobb gondolat. Igen, és akkor tükörbe ugyanezt meg kellene csinálnom, csak talán elcsúsztatva. Hogyha minden igaz. Nem, oké. Okay. Nem jó ötlet, viszont csinálok ide egy átjárót. Így. Ezt a részt fogom használni. Kár, hogy nem látom egyébként, hogy... hogy hol van a pereme annak a lámpának. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5. 5. 5-ször, 5-ször, 5. Oké. Jó, na akkor megnézzük még egyszer. 5-ös a lámpának a sugara. És hát körülbelül úgy ide. Úgy oda, a virág mellé. Nagyon jó. Akkor megtervezzük, hogy hova rakjuk le. 1, 2, 3, 4, 5. Jó, először a lámpát fogjuk megrajzolni. Jó, húzom. Majdnem. Ebben mindig belecsúszok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. 3. Ja, igen, mert így 3. Jó. Oké. Okay. Úgyhogy a bonyolult dolgok vannak ebbe a játékba. Ez lesz a lámpának így a sugara, és parancsolba kiadom, hogy
energiánk szerintem van rá. Bőven van. Bőven nagyon van. Oké. Hogyha ezt a részt kiszedjük, akár ezt a részt is beépíthetjük. Ami mondjuk egészen pozitív lenne. Granite fal. Oké. Építsük tovább. Eléggé helyreálltunk, egyenesbe jöttünk, aminek nagyon-nagyon örülök, mert a játékon belül voltak eléggé keserves részek. Gránit ajtót oda is szeretnék, oda is, és oda is. Valamint ezt itt lepakoltuk, mert így 100%-os sebességet érhetnek el az embereim. És olyat csinálunk még. Igen. Azt ott kicsit megmódosítjuk. Megmódosítjuk. Micsoda jó szó. Maradjon hely a hűtésre. Jó, oké. Ott a felhúzzák az épületet, az újabb melegházat, majd Growing Zone-nal fogom ellátni. De, addig is. Padlózat. Granit. Így. Valamint ide is, hogyha leszeretnék csapni az utat. És még kicsit formálunk a börtönünkön. És csinálok szerintem ide egy átjárót. Igen. Erre itt nincsen szükség, az ágyakra nem lesz szükség. Újabb vas! Nagyon szuper. Nagyon örülök neki. És innen kibányáztuk azt a vast, amennyit csak lehet. Csirkék! Á, kikeltek a kis csirkék! Nagyon jó. Mennyi pozitivitás van ebben a játékban. Ez valami hihetetlen. Jó, azt ott leszettük. Ó, az is az lett. Nagyon jó. Akkor. Igen, ez volt az első kis helyiség, amit használtunk, ami a megérkezésünkkor meg lett bontva, és ide pakoltam be azt a négy ágyat, amit a koronistáim használtak. Kis nosztalgia. Ezeket pedig majd át fogom pakolni méghozzá ide a börtönbe. Erre nincs is szükség. A börtönt is kicsit megnöveljük. Legyen úgy ekkora. Középre be tudjam rakni az asztalt. Unista. Nem. Nem töröm szét, mert... Na. Hol van a visitors? És már mennek is el, ugye? Nem, most jöttek. Oké. Okay. Igen. Tisztítószer kisasszony. A kis clean építkezik. És senki sincs. Hogyha van elég ezüstöd, akkor tudod növelni a kapcsolatodat más frakciókkal. Akik itt vannak a bolygón. És ebbe annyi az érdekes, hogy mínusz 25 kapcsolatért ez azonnali katonai támogatást kapsz. Az nem olyan rossz. Nem olyan rossz, de kérdéses, hogy mennyire intenzív az a támogatás. Mennyire jössz ki jól belőle. Ezeket a csontvázakat hogy a francba lett innen? Igen. Hér halott. Na jó, tudod mit? Azt mondja, hogy tetemek. Igen, human animal... Hát nem tudom. Nem tudom, hogy azt hogyan tudnám mondani eltakarítani. Nem. Nem jövök rá. Mi az, hogy human like?
Ja. Na mindegy. Oké, nem tudom, hogy az állati testet hogyan tudnám onnan eltökíteni. Talán a legjobb az lenne, hogyha kijelölnék egy másik zónát. Hojju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 jj
Köszönjük szépen. Jó. Na most. Ha nagyon gyorsak leszünk, akkor van esély rá, hogy túléljük. Ezt meghagyjuk egy nyitott zónának, de itt nekem ezt... Hát... Na, a lényeg az, hogy vannak ezek a Manhunterök, és ezek a dögök, hát nem gyengék. A muffalók. Rengeteg húsi lenne bennük. 40 bört ad. Sokan vannak. Az az én problémám, sokan vannak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ez itt mi? Still. Oké. Sokan vannak. Nem hiszem, hogy van olyan tornyunk, ami ezeket... Olyan védvonalunk, hogy van-e, ami ezeket fel tudja fogni. Tehát a következő lesz a stratégia. Tony ezeket lekapcsolja. Bemegyünk a falakon belül, és megvárjuk, amíg szépen elmennek. És ide csinálunk egy ajtót. Így. Hűtőn keresztül, nem érdekel. Mindenki tartózkodjon bent. Jó, a zónákat nézzük át. Először is. Kettes zóna, egyes zóna. Igen, azt ki kell egészítenünk. Remélem nem jön semmi olyan, ami tönkre tenni ezt a stratégiát. Jó. Egyes zóna. Kijelölöm még pluszba azokat a helyeket, ahol tartózkodhatnak az embereim. Igen, ezekkel foglalkozzunk, mert az most nagyon jó dolog. Így. Igen, azért a szobádba csak legyen már egy kicsit. És végül is az egészet behúzom. Itt is tartózkodhattok. És amíg el nem tűnnek ezek a Manhunterök, ha lenne több tornyunk, akkor felvenném velük a harcot. Mert hogyha az embereimet is kiküldöm, akkor ütőképesek lennénk, szerintem. De mivel ezek Manhunterök, és ezek nagyon-nagyon menek, azért valószínűleg őket fogják majd célba venni, hogyha minket nem találnak sehol. Egy tippet kaptam még a játék elején, és hogyha azt mondta a tipp, hogy ha találkozok ilyen Manhunterökkel, akkor falakon belülre menjek, kapcsoljam ki a tornyokat, és akkor egy idő után elmennek, elhagyják a területet, ugyanúgy, mint az állatok. Lehetett látni egy régebbi videóban, hogy itt volt 4 muffaló, és eltűntek, elmentek. Mert ha elkezdi lőni őket a torony, akkor ráagróznak a toronyra. Akkor felidegesíti őket a torony. Tony, figyelj, Tony. Kapcsold le. Ezt is kapcsold le. Jönnek a srácok. Igen, akkor mindenki a kettes zónába. Mindenki az egyes zónába. Most rögtön. Jaj, jönnek. És a biztonság kedvéért, hogy minden emberem itt van. Lekapcsoltuk. Tony, te mi a francot csinálsz? Te nem vagy benne azok között, akiket... Ja nem, őtem. És Via se. Hol van Via?
Jó helyen, nagyszerű, oké. Legalább be tudjátok fejezni ezt, és ki tudjátok bányászni azt a vasat. Ami problémás az idő. Igen. És íme, nem támadnak. Lekapcsoltuk. Nincs olyan, ahol be tudnak jönni. És kíváncsi vagyok, hogy rámennek-e békáékra, ugye? Aha, igen, békáék. Sokan vagytok. Túlságosan sokan vagytok, és erősek is vagytok. Én nem fogok ellenük harcolni, én ezzel a stratégiával oldottam meg ezt a Manhunter problémát. Szerintem abszolút követhető és teljes mértékben jó stratégia, hogyha nem akarsz. Hova mész? Oké, de azt hova fogod vinni? Jó. Nagyon ügyes vagy. Büszke vagyok rád. Oké. Ő is viszi el. Ezen kívül... Ezt itt össze kellene kötni, szerintem ajtóval fogom össze, vagy falal fogom összekötni. Így is, és lebontom ezt a falat, hogy tudjanak járkálni egyik helyről a másikra. Na, mi van, srácok? Probléma? Probléma. Nem találjátok a meneket? Hiába vagytok manhunterök. Semmi gond, figyelj. Trell. Hopp, oké. Itt viszont már probléma van. Na lássuk, hogy hogyan birkóztok meg ezzel. Gyerünk, vadászátok őket le. Na, nem lősz? Nem. Végül is békáik. Ez az, idegesíts fel őket. Ha így egybe vannak, és mondjuk van valahol egy akna, tegyük fel, amit fel tudok robbantani, akkor elég nagy sérülést tudok okozni ezeknek a szerencsétleneknek. Learadtuk helyjel közel az összes rizs, kicsit félelmetesek ezek ezzel a röpegéssel, ezzel a kiabálással. Mint ha be tudnátok menni. Nem. Jó, oké. Szuper! Mi biztonságban vagyunk. Ez milyen jól néz ki ez a kép. Itt vannak a vofalók. Remélem mindenki betartja azt, amit kiadtam parancsnak. Igen. Home zone. Nem. Jó. Hát elhiszem, hogy unjátok magatokat, de most ez a feladat. Most ezt kell teljesíteni. Nyeri Mortis, neked nem kutatnod kellene? Nem, Will kutat. Ötös kutatással az... Nem tud mit csinálni, Will. Nem tud mit kezdeni magával. Jó, tehát a zónákat abszolút jól kezelik az emberek, és... Na! Csináltunk egy pólót. Nagyon szuper. Mennyi van? 976. Ide csináljunk egy olyat. Mi ez? Mit szedtünk össze? 239 Sandstone. De a homokkő az hol van? Itt van. Ez az ugye. Igen. Jó, akkor nem homokkőből fogjuk csinálni, hanem hasonlóan gránitból. Hoppá! Mindent összekoszol ez a buffalo. Miért nem véreznek el? Simán elvérezhetnének. Egyébként egy-egy ilyen sérülésből. Szépen lassan utána elájulnak. Igen, mert most gyakorlatilag minden szana széjjel véreznek itt a területemen. Mennyi félkész meló? Will. Agent. Will. Toll. Caligari. Hogy állsz? Oké, pörgessük fel. 16-os. Nagyon jó. 1, 2, 2. Van egy kis uránium.
Játszottam egy olyan moddal, ahol... Kargopocz, itt vagytok még? Itt röfögtök. Mit adtak nekünk? Hús! Nagyon jó. Még hozzá. Alpha Beaver. Jó. Faváljuk. És nincs is messze. Nagyon jó. Igen. Mindenbe járnak, keresik, hol vannak az emberek, érezzük a szagukat. Tudjuk, hogy a bent vagytok, toljátok ki az arcotokat. Meg akarunk titeket huntingolni. Nagyszerű. Legalább kajánk van. Hogyha nem lenne kajánk, akkor kénytelen lennénk harcolni, és a tornyaink bánnák. De szerencsére vasunk ismét van. Valamennyi. Oké. Okay. Ezt is szépen szedjük ki, azt meg rendezzük be. Igen, azokat vigyük el. Építmények, gránit, ajtó, ide, és egy légáteresztő. Ide. Valamint kell még padló. Gránit padló. Így. Ide is mehet a gránit padló. Mert azt úgyis le fogjuk rekeszteni, mint hasonlóan itt. Kivéve, hogyha találunk egy óriási nagy zónát. Hopp. Na! Elvérzés! Közepes fájdalom. Exotikus. Clean, clean, clean. Várjál, ki a kommunika... Nem clean! Azóta váltottunk, Warden. Igen. Clean, meg... Mouski! Mouski. Mouski. Na, oké, okay, akkor jöhet be a lóvé. Adjuk el fel a dolgokat. Televízió. Mennyi beauty-e van? Max hit pont. Nem írja. Beauty. Work to make 850. Minusz 4. Ja, afu. Oké, oké, oké. Na lássunk egy... egy jót. 53-as büri. Az nem is olyan rossz. Amit mi akarunk eladni, az pedig egy 77-es. Wow. 96-os. Egy gyenge. 19. Hát ezt el is adjuk. Problémamentesen. Aranyunk az nem baj, ha van. Sapka. Az mehet. Meg ezek is. Ezek mind ruhák, amik vagy a... na. Egy Jackie. Ezeket megtartjuk, azt a kettőt. Na, hát ezt már nem adjuk el, mert az előzőt eladtuk. Csirkéket is el tudjuk adni. De csak a csirkéket. Ami már felnőtt, a kicsiket még nem. Ez is egy jó pénzszerzési lehetőség. Veszel valamennyi tojót, vesztek hozzá egy kakast, és amiket kiköltetek csirkéket, azokat meg csak így elpasszoljátok. És ezzel is jön a pénz. És hogyha nem jön UFO támadás, akkor megvehetitek a, ugye a personakort, vagy akár testrészeket vehettek, prosthetic arm. Hát... Simple prosthetic arm. 50%, testrész 6, 50%. Nem. Simple prosthetic leg, 85%. Olyan kellene, ami jobb. Ami jobb. Oké, okay. Na, kész. Rendben. Megbótoltuk. 3100-unk van. És... ha már ide bent vagyunk, akkor egy olyat csinálunk, hogy... basszus, nem tudunk kimenni a... Silver, steel, plastil, uranium, steel... fából nem is lehet. Jó.
Egyszer, kétszer, háromszor. Mauszki! Tesó, még nem fogsz ágyat kapni, az az igazság, mert... Mert eléggé itt vannak ezek a dögök. Na igen. Jó, esik a hó. Egy van, aki sérült, kettő, aki sérült. Bár itt a reggel aztán minden történik. Minden folytatódik tovább. Bent 21 fok van, kint 19. Egy fok. Egy fok van kint. Egy-kettő. Jó. Ott van még egy kis arany, itt van egy kis platztél. Azokat kívánja az, hogy mindenféleképpen is megpróbálunk a lehető legkevesebb pénzt abba fektetni, hogy... hogy vasat szerezzünk. Ezek miért mozognak együtt? Ez de durva! Rá vannak tapadva egymásra. De kemény. Srácok, mi lenne, hogyha elhúznátok a francbét? Nincsen egyetlen egy olyan ember se, akit ti le tudnátok itt vadászni. Vagy aki izgalmas lenne, vagy aki érdekes, itt csak hótunalmas lények vannak. De komolyan. Azt is vigyük el. 4000 az uránium. Ez a legkeményebb. 10000 élete van. Lehet eggeszteni egy jó ideig. 1500 a vasnak, 900 a gránit, a slate az azt hiszem, hogy puhább kőzet. 500, igen. Bogut Trader. Mauszki. Mau. Mauszki. Wearing Burnout. Little Pain. Share Bedroom. Pessimista. Nagyon jó. Na, akkor. Azt mondja, hogy van vas. Van, 800 vasa van, amit mi szépen meg is fogunk vásárolni. Medicine az most nem kell tőle. Igen. Jó. Valamint ez is meg tudja venni a csirkéimet. Scarabeus. Na. Vegyek tehenet? Vegyek vajon tehenet? Növényevő. 162 húst ad ki. 16 napra, 32 napra ad ki kaját. Mire DPS 3,5. Abszolút nem érdekel. Jó. Vegyünk egy... Sose vettem még tehenet, és egyet tud nekünk adni. De miért ne? Miért ne? 1700. Oké, és el is ment a pénzünknek a nagy része is. Ez az érdekes. Mi lenne, hogyha mondjuk ezt a kupac fát itt mindet eladnánk? 225. Mindet. Úgy bizony. Igen. Jó. Tahanek, hova lettetik? Itt van a tehén! Hello. Hello. Megvettük a bikát is? Hol a bika? Hol a bika? Ja, lehet, hogy egyben van a kettő. Bull egy. Ah. Itt van a vas is. Col egy. Bull egy. Akkor... Állatok. Ti is menjetek oda. Egy... körülbelül a felét Hégrasszal fogjuk beültetni. Legyek szemtelen, szórakozzak kicsit velük.
Leszek agent. Mesterlövész puska van nálad, hogyha jól emlékszem. Bözony. Figyelj! Vadászunk. Megnézem, hogy mennyivel mennek. Hogyha 5,9. Hú, nem is rossz. Immunity gain speed 70%. Move speed 3,6. Agentnek pedig jó lenne, hogyha kapna majd valami bionikus lábat. Hopp, megéreztek Agentnek a szagát, a fegyvernek a szagát. Moving 100%. Hát azt nem látom. A lényeg az, hogy tartsuk a távolságot. Jó, megállunk itt. Ő Manhunter? Ő bizony Manhunter. Bejön? Vagy merre megy? Nem. Igen, ő megy lefele. Adunk rá neki egy lövést. Nagyon jó, egyre távolabb kerül. Lássuk, fel tudom-e bosszantani eléggé őket. Hopp, kukucs! Igen. Miért nem lövöd meg? Simán meg kéne lőjed. Megy el. Lehet, hogy megy haza. Többiek nem gondolkoznak ugyanezen. Jó, többiek eléggé messze vannak, tehát egy kicsit közelebb jövünk. Ó, kisétál a range-ba. Valaki? Meglőtted? Úgy látszódott. Kezdik feladni. Úgy látom. Aha, igen. Szépen lassan el fognak csorgálni. Kivéve, ha észrevesznek. Gyerünk. Nem. Folyamatosan mellé lövünk. És... mellé. Nem baj. Igen, elszivárgott. Na, kezdik feladni. Ez halott? Ez elpusztult, igen. Megmutatom, hogy működik a minigun. Á, nem lesz jó. Nem. Újabb embervadász megy el. El is hagyja. Igen. Feladták. Az az igazság. Van egy, aki elpusztult. És hogyha eléggé kevesen lennének, akkor mondjuk be lehetne állítani azt, hogy visszakapcsoljam a tornyokat. De sajnos, mivel külterületen vannak a tornyok, ezért nem igazán fog működni ez a visszakapcsolás. Mennek el. Jó. Hopp. Ő nagyon közel van. Talán nem ez a mesterlövész puska a legjobb eszköz arra, hogy állatokra vadásszunk, hanem a minigun. Nagyon jó. Őt szerintem fel is idegesítettük.
Ja. Fáradt? Á, még nem. Igen. Hopp. Akkor. Na lássuk, mit csinálsz? Megint megy ki. Kijövünk. Becélozzuk. Oké, előttük a lábát. Ha minden igaz, előttük a lábát. Így van. Solar Flare. Remek. Oké. Be vagyunk zárva a sötét vermekbe. A növényeink se nagyon nőnek. Jó. Hogy állsz? Menj a pihenje. Jó. Sérült. Remélem ő is el fog vérezni. Egyetlen egy van, aki... Hát ő meg alszik. Ő egészséges. Talán kettő van, akit össze tudunk szedni magunknak. Talán. Nagyon-nagyon talán. Beavers! Oké. A beavers-ökön meg fogom mutatni, hogy hogy működik a minigun. Csak ezek a tehenek először menjenek innen. Ki az, aki összeomlott? Ja, a kakas. Mindig van egy állat, akinek az elméje teljesen összeomlik. Agent. Ha felkelsz, felkaphatod a fegyvered. A minigunnal az a probléma, hogy nagyon hosszú sorozatot ad le, és meg se lehet szakítani. Tehát annak végig kell mennie. Teljes mértékben végig kell mennie. És a Solar Flare miatt... Visitors. Ó, nagyon jó. Visitors, és van három. Oké. Okay. Gyerünk, Manhunterök! Tudjátok, hogy mi a dolgotok. Mit kezdtem el mondani? Ezért nem csinálják hát. Hát, ő is megy el. Kajáljál utána. Utána változtatunk egy kicsit a stratégián. Jó. Harcolj egy kicsit. Az. Ez szép lövés volt. Határozottan szép lövés. Ez az, vége van a Solar Flare-nek. Most már nőhet tovább a növényzet. Ő halott? Halott. Igen. Ő van még. Na jó, oké. Azt mondja, hogy nézzük meg a statisztikáját. Információ. 8-at sebez, és 30 sorozatlövést ad le. 4 másodperces felkészüléssel. Ez egy nagyon-nagyon erős fegyver. Olyan tömegpusztító, hogy hihetetlen. Igen. Itt látszanak, hogy itt garázdálkodnak ezek a dögök. Elsődlegesen szerintem őt szeretném kis... Ah, bár nem. Majd figyelek. Távolsága is elég jó. Na akkor. Felkészülünk és... Jó, helyesbítek, szinte csak tömegosztatásra jön az a fegyver. Két sorozatból egyszer sem találtuk el. Egyszer! 60-90-ből egyszer.
Igen, ezt a fegyvert oda lehet olyan embernek is adni, akinek a célzása nem a legtutibb. De egyébként nagyon-nagyon kis érdekes fegyver. Ez is nem. Mennyien vannak ott egy kupacba? Oké, hol van? Jó. Akkor gyorsan ide jövünk. Sziszi, lássuk mennyi... Ezek csak közelharcosok. Kardokkal. Razors. Kardokkal és pajzs... Szinte mindenkinek van pajzsa. Oké. Jól van. Nem bánom. Bár nem tudom, hogy merről jönnek. Ki az, aki harcos? Jó, készüljünk fel erre, ne vegyük könnyelműen, mert könnyen itt hagyhatjuk a fogunkat. Crane, légy szíves. Caligari, légy szíves. Kerek, nem. Clean, nem. Trea, Mortis, Trea. Várjál már. Te tudsz lőni, Trea, te tudsz lőni. Mortis nem szívesen vinném ki. Viszont Trelt simán kiviszem. Ferri. Nem tudsz lőni. Te tudsz lőni. Igen. De bro. Nem adok neki fegyvert. Depressziós lesz. Igen. Nos. Remélem fönt jönnek. Mondjuk most már át tudok menni le az alsó részekre is. Nincsen vele probléma. Oké, haladjunk. Miért? Ja, oké. Akkor Caligari-nak megadjuk azt, hogy bárhol tartózkodhat. Így. Hoppá. És mind a két helyre jönnek. Akkor Krén is tartózkodhat. Bármilyen helyen. És visszakapcsoljuk a tornyokat. Igen. Ezért lenne, hogyha itt lenne valaki, aki gyorsan fel tudna őket kapcsolni. Hol jönnek? Két irányból. Teljesen jó. Gyerünk, felkészül. Oké. Ember, te gyere ide. Jönnek a barátaink. És hogyha minden igaz, négy. Ők hamarabb fognak odajönni, mint én. Nem, ez az. Király vagy krém. Jó, azt már lőjük. Akkor ezt is árom alá, ezt is árom alá. Hol van tűz?
Ó, de kis cukorfalat kigyújtották. Nem baj, legalább addig is húzzák az időt. Oké, krén. Na, ennyire kemények lennénk? 30 élete maradt, kevés a torony, mi? Kevés a tűzerő. És erről még le se lőttük a cuccot. De kis szemtelenek. Ja, mennek is. Ide lent, hogy alattunk? Hát, szegény meghalt, az is meghalt. Az pedig megy. Bulok. A kis bulok. Őket még leszedjük. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Torkol a tűz. Trrr. Így is van. Jó. Kijátszottuk magunkat ezzel a fegyverrel. Azt hiszem, hogy inkább a mesterlövész puskával szeretnék előrébb lépni. Kimi? Caligari. Fogjuk el. Több sérült nincs, nincs, csak halottak vannak. Oké, hát sajnálom, hogy a tesód itt elbukott. Nagyon jó. Krén, miket kaptunk? Ó, bizony, azt ott olsd el, majd pedig építsétek újra. Agent, légy szíves. Jó, eltűntek. A támadóink. Ezek a kis mérges muffalók. Az ki fog múlni. Igaz, hogy csak ájult, de majd az kimúl. Ugyanígy, mint az. Hármat leszettünk, ez nagyon-nagyon jó. Igen, itt majd csinálni kell a hegybe valamit. Még konkrétan én se tudom, hogy mit. Amivel itt az áramot el tudom vezetni. Agent, használd ezt. Jó, oké, pörgessük kicsit fel. Igen, igen. Ezt is, ezt is, ezt is, ezt is. Igen, őket is elföldelhetjük. És őt is. Ez még a... Hoppá. Igen, Agent hol van? Agent alszik. Le kellene vadásznunk azokat a... rákcsálókat. Én szép finoman fogalmaztam. Nem tudom, hogy ez minek a hangja. Tök fura. Na mindegy. Fel kell, eszik. Utána lépünk is tovább. És befejezzük azt. Mennyire sérült meg a vezeték? 33. Kis személygyújtogatók. Agent, agent. Mit csinálsz? Építenél? Nem? Úristen, mennyi. Felzabálják az összeset. Az összes fát. Nagyon jó. Nagyon jó. Oké. Okay. Igen, a fekvő célpontokat sokkal nehezebb eltalálni, mint a mozgót. Ezt mindenki tudja. Tudod mit? Menj oda. Ígyni. Oké. Okay. Arra megy, mi ez? Valami lövöldöz. Valami szerencsétlen. Akinek csak 15-ös a shootingja.
Jaj, komám. Lehet, rossz fegyvert hoztunk. Jó, gyorsan építsük újra. Esik a hó, úgyhogy el fog olvadni. Viszont lenullázódott a... Power off. Mortis, légy oly kedves. Lelőttük a fáról a lomkoronát. Nézd, az lehet, hogy szimpatikusabb. Jó, tudod mit? Váltsunk eszközt. Méghozzá erre. A personal shield az rajta marad a testen, hogyha elégetem, mert... Nem nagyon lett ki... Ah, le kellett volna vetkeztetni. Igen, és most őket kijelölöm. Hunt. Őt használhatjuk. Ja. Mondjuk nem tudom, mit ízélek, mert olyan sok fára nincs is szükségünk. Abszolút. Zsíz. Gyógyítsuk. Van 25. Oké. Okay. Van 25. Nagyon jó. Akkor. Még amit itt kihagytunk. Egy gránit fa, meg még egy, és azt majd szépen lebontjuk. Ide berakunk egy heatert, egy kis kályhát, oda a lámpát, majd pedig ezt, ennek a felét. Ez mehet a rizsnek. Kettő sor mehet a gyógyszernek. A maradék rész pedig... Hégrász. Így. Nagyon szuper. Agent, hogyha jól emlékszem, akkor Agent a vadászunk. Igen. Mellette építész, meg mellette állatokat tanít. Mellette gyűjtöget. Oké, pörögjünk fel. Tony. Nem, semmi. Oké. 6 fok van odakint. Nagyon jó. Aj, az szép lövés. Ez is. Ez is. Biztos jobban megszoktál ezt a fegyvert. Védd a fákat, egyél hódot. Ez nagyon jó mondás. Mentse meg! Nem! Öld meg! Jó, valaki még szeretne fát kajálni? Nem. Jó. Helyes. Tony is behozza azt, amit be kell. Rajta van personal shield? Ah, van. Oké. Okay. Akkor vetkeztessük le. És ide pedig biztonság kedvéért berakjuk a tornyokat.
Az az energia, így. Így van. Ő nem tud csatlakozni. De, tud. Így van. Nagyszerű. Az állataim hogy állnak? Egészen pazarul, 6 darab tojás van. Azt ott bányasszuk majd ki. Ő nem tudja, vagy le tudja legelni? Nem tudom. 7 napos. 7 napos. Akkor legyen ember, aki az állatokkal foglalkozik mindenféleképpen. Handle. Care for harvest resources from and slaughter animals. Nem. Srácok közül valaki. 7-es, 5-ös. Ácsi. Mi történt? Mi? Ja, oké. Okay. Jó. Problémák merültek fel. Elengedhetjük majd. Csak először kiéheztetjük a francba. Örülje, hogy nem öltünk meg. Ezt hívják hálának. Hálának! Jó. Még nem. Igen. Örülök, hogy nincs nála fegyver. Az kicsit kellemetlenebb lett volna. Jó, most hogy az kész, ezeket pedig itt tüntessük el. Egy bizonyos zónát... Ez mi volt? Na mindegy. Elég kevés a kajánk, az az igazság. Csökken folyamatosan. Storage. Food. Igen. 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 És igen. Hozzunk már ki egy kis rist. Hát, ha megeszik. Nem lenne rossz. Oké, okay. Jó. Mehetünk tovább. Nos. Mi lenne, hogyha ezeket itt szépen levadásznánk? Lenne rendesen bőr, amit fel tudunk használni. Elég sok energiát fogyasztunk, én most azt állapítottam meg. 1700, akkor napkollektorok. 100. 5-öt. 500. Kinek omlott össze az agyveleje? A csirkének! A csirkének összeomlott az agya. A kakas. Igen, ezt vigyük. Zone important, de miért nem hozunk ide rist? 80%. Jó, ez pedig növeget szépen. 9%.
Na. Ugyanúgy agent vadászik. Az a problémám, hogy ha nem követem nyomon, akkor így egyesével beviszi az állatokat. Vadászd le azt is. Hát, annyira nem fogunk panaszkodni, hogyha csak húsból fogunk enni. Jó, oké. A többit pedig ezt bevihetjük, remélem nem romlik meg. Friss, nagyon jó. Ezek az éjszakai fagyok nagyon jót tettek. Igen, azt majd meg kell javítani. Ha csak nem találtam valami olyan kis vonalat itt, ami... Nem. Oké. Ott a switch, az is működőképes. Igen. Jó. Egy kicsit megdobjuk az energiát. És ide, valahova... Hova is? Ide belőle. Igen. Na. Meowski. Kicsit megfeledkeztünk rólad. De tudjuk, hogy mi a dolgunk, és ezért is megcsináljuk, amit kell. Behúzzuk a kábelt neked ide. Így. Lámpát kapsz. Egyet ide. Kapsz egy nagyon szép gránit. Virágot oda. Így. Na várjunk. Frakciók? Nem. Azt mondták, hogy minket nem érdekel, hogy elengeded, inkább akkor pusztult volna ott. Remek. Uninstall. Ezt is, ezt is, ezt is, ezt is, ezt is. Install. Oda. Install. Oda. Ezt. Install. Ide. Ide. Oda. És van még egy. Oda. Úgy. Jó, és itt is vannak még ilyen kis ágyak. Igen. Ezt installáljuk be. Ide. Ezt megrakjuk be ide. Jó. Egész kis pofás lett a börtönünk. Annyi lesz még, hogy padlókból gránit. Micsoda több személyes lakosztályt csinálunk itt. Eszméletlen. Egy ilyet, hanyas 75-ös beauty-a van, neki 58-as. Ezt berakjuk ide. Valamint rakunk ide is ilyen gránit cuccot. Ide meg ide. És... szórakozásnak egy ilyen asztalt. Meg... Mennyire foglalkozunk mi a rabokkal? Fotelt. Mennyi varkfúrunk van? Dír... Ó, oh, 242. Szuper. Van rendesen. Ja. Hibátlan. Ezt még ott jó lenne, hogyha elvinnénk. És ki is írtottuk ezt a populációt. Hús az van, és elfogyott a növényünk. Elfogyott a növény, mert a teheneket szeretném etetni mindenféleképpen. Egészen addig, amíg a héjgrászom nem lesz egy kicsivel több. Viszont március van! Március van, ami azt jelenti, hogy ezt a zónát
Ezt én egy growing zónává át tudom alakítani. Így. Így. Hát ennyi elég egyenlőre. És így csak hey csináljunk. Hey. Hey, hey, hey! Most arra vagyok kíváncsi, hogy azt ott, ha bevetem... Jó, ott felszedjük a padlót. Padlók, remove floor. Úgy. Ja, kész. Mauszki. Tied az ágy. És ezt innen eltakarítjuk. Nos. Akkor. Ide nyitunk még egy ajtót. Nagyjából úgy ide. Meg ide egyet. Meg azt kiszedjük. Igen. Ez itt felhasználatlan terület, ami azt jelenti, hogy itt... Így. Rakok be négy elemet. Fő a biztonság. Valamint ide is fogok rakni majd. Valamit elszámoltam. Nem baj, lesz 7x5-ös. Nagy szoba. Nem lesz 7x5-ös. Töröljük az ötletet. Oda megint berakok majd elemeket. Jó, azt hiszem, hogy itt fogom most lezárni ezt a részt. Visszavertünk egy elég erős támadást. Szerintem a pajzsos támadást azt mindig erősnek lehet mondani. Alakítjuk kifele a börtönünket úgy, hogy rettenetesen pazar legyen, hogy alig várják, hogy elfogjuk őket, és hogy itt lehessenek nálunk. Igen, volt egy kis irónia ebbe, amit most mondtam. Miután túléltünk ugye egy muffaló támadást, akik ellen nem harcoltunk. Érdekes volt. Érdekes volt minden esetre. Túléltük, rendben vagyunk, haladunk előre. Van tehenünk, akit folyamatosan látunk el rizssel. De szerintem elég intenzíven zabálják a rist, mert... Hát... Meg kellene emelni a félragot. Igen. Jó, következő részben a hűtőt kicsit átalakítom, valamint ki fogom bővíteni, arra döntöttem. És itt a vasnak a kibányászását is befejezem, elkezdek héjt termeszteni, majd valószínűleg a projekt ötletemet itt megpróbálom megvalósítani, és növelni fogom a védelmet. Növelem a védelmet mindenképpen. És hogy fog sikerülni, valamint az elemek elhelyezését is előtérbe helyezem. És hogy fog sikerülni, a következő alkalommal kiderül. Szevasztok!